Bogen wurde ursprünglich von Kroaten bewohnt. Historikern zufolge beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Hirten, die Berufe brachten die Schwaben bei ihrer Ansiedlung mit. Die örtliche deutsche Kommune organisierte den Tag des Handwerkers in einem zweiten Format. Idén második alkalommal rendezzük meg a szakmák napját, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával, és szeretnénk minél inkább a fiataloknak megmutatni azt, hogy nem csak a kütyüket lehet nyomkodni, hanem vannak élő dolgok, amiket lehet csinálni. Ugye csuhéfonással próbálkozhatnak most, agyagozással, illetve az asztalos szakma rejtelmeit is megismerhetik. Készültünk hagyományos sváb süteményekkel, amiket megkóstolhatnak, illetve recepteket elvihetik haza, és otthon megcsinálhatják. Szeretnénk majd olyan alkalmakat is csinálni, amikor a fiatalokat, gyerekeket összehívjuk, és ilyen közös sütéseket, főzéseket csinálunk, hogy a sváb ételeket is minél tovább örökítsük. Sajnos már kiöregedtek, illetve kihaltak azok, akik ezeket a szakmákat űzték, de igazából próbáljuk ide csalni azokat, akik még ezt űzik, és megismertetni a fiatalokkal. De van idős nénink, aki sajnos most nem tud itt lenni, aki pacskereket köt még. Próbáljuk ezt a hagyományt is továbbvinni, megtanulni mi fiatalok, és tovább örökíteni. Zurecht wurde in unserem Land die vorbildliche Fleiß, das Weichtum, die Sitten und Gebräuche der ungesiedelten Deutschen beachtet, die ein vielfältiges Handwerk zur Zufriedenheit der gesamten Bevölkerung ausübten. Ihre vorbildliche Bemühungen waren bedienenswert. Im 21. Jahrhundert waren die meisten alten Berufe jedoch bereits in Vergessenheit geraten und wurden nur noch verstreut auf dem Land ausgeübt. In Bogen leben neben den Ungarn deutsche und kroatische Minderheiten. Die größte Zahl der Minderheiten besteht aber aus den deutschen Leuten. Eben deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass die Grundschule unseres Dorfes eine deutsche Nationalitätengrundschule ist. Das bedeutet, die Kinder lernen in 6 Stunden pro Woche die deutsche Sprache und natürlich auch die Sitten und Bräuche unserer Ahnen kennen. Es gibt sehr viele Programme neben der Schule, wo die Kinder all diese Bräuche kennenlernen können. Im Sommer haben sie die Möglichkeiten in deutschen Sprachlagern und auch in Tanzlagern neue Kenntnisse zu sammeln. Die Schüler der Grundschule haben einmal pro Woche einen Tanzunterricht, das im Stundenplan eingepflegt ist. Das bedeutet, dort können sie die Tänze unserer Ahnen üben und kennenlernen. Neben dem hat die Schule einen Chor, wo auch regelmäßig ungarndeutsche Lieder gesungen werden. Da die Jugendlichen nicht wissen, wie diese Berufe gepflegt wurden und wie sie funktionierten, füllt das heidnische Ereignis die Lücke. Csináltam egy UD becézését az Udvarász Doriannak, és hát most kész lett egy néni segítségével, mert hát az előző, hát ez így nézett ki, meg a másik oldalán is. Azért is jöttem ide, mert hát kíváncsi voltam, hogy milyen jó lehet. A nagypapám is már faragott mindenfélét, már, és hát most nagyon szép lett. A német önkormányzat meghívott bennünket kerámiázni, és a kerámiának olyan nagy keletje lett, a gyerekeknek a koordinációjában nagyon sokat segít. Az, hogy a múltunkat hogyan ápoljuk, az természetes, tehát az agyag az nagyon régóta velünk van. Mindenkinek kész közeli, mindenkinek van a szobájában valami, amit talán pont ő készített. És most így az önkormányzattal arra jutottunk, hogy ezt bevihetnénk az iskolába is, és iskola rendszerűen a gyerekek itt Bogányba hozzájuthatnának a kerámiázáshoz. Hát így akár az iskolához kötve, iskolaidőben délelőtt vagy kora délután tudnának ezzel a
foglalatossággal foglalkozni. Az elkészítés az nem hosszadalmas, de maga annyira sok és hosszú munkafázisok vannak, hogy 7 hét után kell vele foglalkozni, hogy abból végeredmény legyen, mert az agyagnak az a jellege, hogy először elkészítjük, utána kiszárad, kiégetjük, színt adunk neki, és még egyszer kiégetjük. De az, hogy hétről hétre találkozunk, és újra foglalkozunk vele, az nem von le az értékéből. Csak hozzátesz. Én azt hiszem, hogy már nagyon nagy kedvük van a gyerekeknek ez a foglalatossághoz, és nagyon jó, hogy itt helyben elérhető számukra. Hogy én szerintem itt nagyon jó helyen vannak a gyerekek. Auch die Gastronomie durchständig fehlen, die örtliche deutsche Gemeinde bereitete traditionelle schwäbische Gerichte zu. A hagyományokhoz hozzátartozik az étkezés is. Szerettük volna bemutatni, hogy milyen süteményeket ettek régen a svábok. Úgyhogy készült többféle rétes, káposztás, sárgarépás, szőlős, túrós, borbamártogatós, ami gyakorlatilag babapiskóta és borba kell mártogatni. Preckedli és beigli, illetve fogácsa, ami hagyományos sütemény.